ők velük is kell beszélgetni, és az nem lesz két perc. Hogy? Lóri, beszélj a mikrofonban. Itt van, hallatsz-e? Hogy? Csaj, ne beszéljek? Hello, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Már bent van a kép? Mi? Már 5 perc késésben vagyunk. Igen, igen. Magunkhoz képest. Magunkhoz képest is, igen. Jó, tehát gyakorlatilag én oda nézek, te oda nézel, és akkor csokolom, csokolom, csokolom. Igen, már egészen élőben vagyunk. Van hangom? Oké. Okay. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves nézőket és hallgatókat. A Lakewoodi Civic Auditoriumban vagyunk, a Lakewoodi High School-nak, az iskolájának az előadó termében, ahol a 15 perc múlva kezdődik, azaz 7 órakor kellene kezdődnie, de reméljük meg is kezdődik, a 45. regős gála előadás. És mindannyiukat, akik nézik ezt az élő adást, itt vagyok persze természetesen kolléganőmmel, a Kőrösi Csoma Sándor programos ösztöndíjasával, Miklós Melániával. Szervusz, Melánia! Sziasztok! Én is köszöntöm a nézőket a Bocskai Rádió Facebook oldalának élő közvetítésén, és annyival egészíteném ki főszerkesztőnket, Csibi Lórándot, hogy a Clevelandi Clevelandi Cserkész Regős csoport fennállásának a 45. évfordulója van, és egy nagyszabású gála műsorral készültek, aminek az a címe, hogy a bölcsőtől a sírig, és ezt fogjuk élőbe közvetíteni a követőinknek, és egyben arra buzdítunk mindenkit, hogy ossza meg ezt az élő stream linket, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni és be. Népi táncok, néphagyományok lesznek majd színpadon, és több mint 200 föllépő érkezik. Kis cserkészek, nagy cserkészek, régi cserkészek, cserkészvezetők, de még várakozunk, addig hívtunk vendégeket önöknek, hogy egy kicsit bepillantást nyerhessenek az előkészületekbe is. Megérkeztek-e a vezetők? Te látod őket, Lóri? Még nem, talán az előkészületekkel vannak talán elfoglalva, de nagyon reméljük, hogy pillanatokon belül megérkezik. Viszont akkor bemutatnám még a munkatársainkat, akik a háttérben dolgoznak. Molnár Zsolt a kamera és technika felelős, illetve Molnár László segítségünkre van még, illetve kolléganőink az online közvetítésen buzdítják önöket, Molnár Erika és Simon Benedek Zsuzsa. Viszont addig még várjuk Nádas Andrea és Tábor Mátyás regős vezetőket. Megérkezett hozzánk a Ifjú mai Magyar est Kálmán. zenei vezetője, Ifjú Magyar Kálmán. Szervusz, Kálmán. Szervusz, gyere be. Sziasztok. Jó estét mindenkinek. Szia. Szervusz. Torontóból érkeztél, a Gyanta zenekarnak vagy a vezetője, és hoztad magaddal a csapat egy részét. Csatlakozik hozzátok, vagy ti csatlakoztatok a Walt Mahovlik vezette helyi harmónia zenekarhoz. Milyen formáció lép ma színpadra? Hát most már szerintem az utolsó 10 éve és 5 éve is ugyanígy csináljuk, hogy 3 gyantatag és 3 harmónia tag innen Clevelandból, és lesz 2 hegedű, egy cimbalom, egy klarinett, brácsa és bőgő, és sok meglepetés közben is zeneileg, mert mindenki több hangszeres, így majd fognak szólalni a tamburák, a furuják, a ütőgardon, harmonika és hasonló hangszerek. Már a bevezetőben említettem, hogy sokféle népzene, illetve tájegységnek a néptáncait mutatják be a cserkészek. Zeneileg ez mit jelent? Milyen tájakat járunk be? Egészen Dunántúltól megyünk Gimesig, tehát mindent fogunk játszani ma este, erdély zenét is, kalotaszegi, szilágysági, és persze Magyarországon belül, ami a gazdag program lesz Magyarországról, a kis Magyarországról, kazár, gömör, még mondhatnám, és még délvidékről is fogunk játszani ma este. Ki lehet-e választani egy olyan zenei részt, ami a zenekar kedvence? Hát én szerintem lehet, hogy az első lesz a kazária, és nagyon szép magyar nótás, és jó hangulatú, és nagyon, nagyon jó lesz a tánc. Fel vannak készülve a gyerekek, garantálom ma este.
Azt is tudom, hogy nagyon régóta ismered a clevelandieket, együtt zenéltetek már régóta. Mi az, ami miatt régóta tart ez a kapcsolat? Miben különleges a clevelandi közösség? Hát a clevelandi regősök 1973-ban alakult, én is 1973-ban alakultam, tehát egyidősök vagyunk a cserkészekkel itt, az együttessel, és ez a nagy dolog nekem, hogy együtt nőttünk fel ugye a regősökkel, és nagyon nagy öröm itt muzsikálni Clevelandban, az egyik legnagyobb magyar város az egész világon. Hát akkor várjuk az előadást. Köszönjük, megyünk hangolni. Húzzátok a talpalával. Köszönjük, jó szórakozás mindenkinek. És sziasztok. Akkor helycserés. Köszi, jó. Támadás. Lóri. Nos, nem hallottam nagyon, hogy mit beszéltetek, de már egyre többen gyülekeznek, érkeznek a vendégek. Lassan-lassan megtelik a talán 1000 főre befogadóképes terembe. Igen. Reméljük, hogy tele lesz. Mit mondhatnánk még? Én meg gyorsan elengedtem hangolni a zenekarhoz ifjú Magyar Kálmán zenei vezetőt, és azt hittem, hogy közben megérkeztek Matyiék, de akkor továbbra is várjuk őket. Még várjuk. Jó. Miket mondott Kálmán? Hogy milyen típusú zenék lesznek, és hogy milyen nagy területet, vagy igen, szóval nagy területet fogunk beutazni a népszokások, néptáncok és népzene által. Egészen Kazárról indulunk, majd Somogy megye délen lesznek kalocsai táncok, kalocsai zene, gyimes, kalotaszeg, gömör, most össze-vissza ugráltam, Nógrád megye, szóval, hogy sok érdekesség lesz. Egy hangszert nem említett, de én tegnap láttam a próbán, ez az ütőgardon, ami nekem a legkülönlegesebbnek tűnt a fölhozatal. Hát akkor még annyit mondjunk el, hogy azt említettem, hogy mi a címe a mai gála műsornak, de hogy nem csak egyszerűen néptáncok és népzenék lesznek majd a színpadon, már hogy zenei kísérettel néptánc koreográfiák, hanem tematikus előadással készültek a clevelandi regősök. Egy lány életét fogjuk végig kísérni a születéstől egészen a halálig, ezért az a címe, hogy a bölcsőtől a sírig, és felhívnánk a nézők figyelmét, akik reméljük egyre többen vannak az online közvetítésen is, hogy lesz egy piros cipellő a táncolók lábán, ami azt fogja jelenteni, hogy ez a piros cipellős lány a történet főszereplője, úgyhogy érdemes a képernyőkön keresztül is koncentrálni rá. Megérkezett a következő beszélgető partnerünk, úgyhogy egy gyors helycsere, jó. És akkor rögtön jó. Folytatjuk. Várom. Addig még várjuk Nádas Andrát, hogy átverekedje magát a tömegen. Igen, szerbusz, szia. Nagyon szép ruhád van. Milyen viselet ez? Ez egy zempléni viselet, és fejkendő van a fejemben, mert most már asszony vagyok. Igen. És így ez jár ezzel. Úgyhogy... Nagyon szép. Honnan szerzitek be a ruhákat? Eredetiek, vagy itt varjátok, itt varatjátok Clevelandben? Tulajdonképpen ez a csárdás táncegyüttestől még annak idején összeszerezték, tehát a sok viselet, nagyon sok viselet itt készül, van amelyeket Magyarországról is hozunk, de ez pont itt készült. Hány alsó szoknyád van? Szabad elmondani? Hát biztos kíváncsiak a nézőink is. Szerintem 4 darab. 4, de az igen. Is volt megmondom most már, hogy nem vagyok fiatal lány, hogy nem szabad annyira nagy harang legyen, hanem óvatosabb kell legyünk. Igen, pontosan. Ketten készítettétek, illetve te vagy az, akit a színlap rendezőként megjelöl a mai gála műsorhoz. Téves az információm? Mindegy, a kérdés igen, arra vonatkozik, igen. Vagy azt szeretném kérdezni, hogy mikor kezdtétek el az előkészületeket, és egyáltalán hogyan alakult ki az, hogy mi lesz ez a tematika, hogy egy lány életét követjük végig? Hát ennek a válasz, tehát úgy tudom, a Horváth Csabával, aki szintén Magyarországon él most a családjával, de ezt így csoportosan a vezetők ezt így kigondolták. Tehát Csaba is annak idején, mikor Clevelandban élt, akkor ezt így előszedték, mert hát végül is itt a clevelandi
körben beleveszik a cserkészeket is ebben a táncban, úgyhogy nagyon picikék is vannak, akik részt vesznek, nem csak felnőttek vagy idősebbek a regős korcsoportban, úgyhogy így szerintem bele tudták vonni mindenkit, és akkor mindenki tud részt venni, tehát bölcsőtől a sírig, és ez minden korosztályt belevon, és itt Clevelandban az van, most is csecsemők vannak itt, saját gyerekeim is picikék, és most vesznek részt, és én, mint most anyuka, szóval így nagy élmény ez az egész, és szerintem ezért vették be ezt a témát, hogy tényleg ez legyen. Igen. Igen. Te mióta táncolsz? Hát már lassan 20 éve, mondjuk 25 éve. Ez azt jelenti, hogy van egy táncrend, vagy egy repertoár, amit megtanultál már gyerekkorodban, és mindig jönnek hozzá újabbak, vagy pedig végtelenül, tehát a végtelenség itt tökéletesíthető az a tudás, amit megszereztél. Pontosan segít, tehát érdekes módon, tehát mikor én tizenvalahány éves voltam, 98-ban ugyanezt a táncot táncoltuk, tehát lassan 20 évvel ezelőtt azt táncoltuk, és most elővettük, és csak most már memóriából kellett előszedni, de ugyanazokkal a lányokkal, akik 98-ban táncoltam, most ma megint táncoljuk. Tehát annyira jól esik, hogy ez a közösség, ez a barátság megmaradt lassan 20 éve nekem személyesen. Mit jelent neked személyesen a cserkészregős csoporthoz tartozni, illetve ide járni? Igen, ez érdekes. Ezt sokszor beszélem, mert a férjem nem itt nőtt föl, de most már ő is lassan látja, hogy ez egy életmód. Tehát nem az, hogy most felveszel egy nyakkendőd és besorakozol, hanem a szívedben van, és nekem a gyerekkoromtól a legjobb barátaim ebben a mozgalomban vannak. És most már a férjem is látja, hogy milyen csodás ez, aki ugyanaz a gondolkodás. Tehát fontos a magyarság, fontos a magyar beszéd, és ezért szerintem. Tartjátok-e, vagy ápoljátok-e azokat a hagyományokat, amiket majd láthatunk az előadásban is? Van tojásfestéstől kezdve, mi minden van igen, még? Igen. Locsolkodás, hát, érdekes, lehemezés. Igen, pontosan, hát ezeket pontosan, amit mondja, ezek történnek, nálunk is jönnek a cserkészlányok, jönnek a mi házunkhoz kántálni, jönnek betlehemezni, mi is tojást festünk a gyerekekkel, ezeket próbáljuk ápolni, az esküvőnkön is lesznek majd képek a férjemről ketten, hogy milyen volt az esküvőnk, hogy ott is voltak szokások, úgyhogy a mindennapi életben is előkerül ezek a régi hagyományok. Hát azt kívánjuk, hogy folytassátok így ezt a hagyományápoló tevékenységet, sok nagyon sikert, szépen, vagy nem tudom, szoktak-e, a színpadi emberek nem szoktak sok sikert, hanem egy kalappal, vagy kéz- és lábtörést kívánni. Pont most, de úgyhogy így nektek van. Is ezt kívánom, nagyon elengedlek, köszönjük. Mert perceken köszönöm. Belül kezdődik nagyon szépen az köszönjük. Előadás. Köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen. Jó, súgjatok nekem, hogy most mi történik. Lóri, adok egy mikrofon. Melyiket? Nagyszerű, na hát nem lesz több vendégünk kezdés előtt, mivel már nagyon közel igen. van a kezdés, úgyhogy de még mindig nagyon jönnek az emberek, egymás után jönnek, de már a színpadon belestem a kulisszák mögé. A kulisszák mögé belestem, és sötét van már, mindenki készül, nagy izgalom van a színpad mögött, úgyhogy talán lehet, hogy elcsendesedünk mi is néhány másodpercen belül, amikor a villanyt leoltják, de még úgy látom, hogy azért jönnek kicsik és nagyok, látunk aprókat is, sőt, egy kutya is megjelent, egy vezető kutya. Én viszont újra elmondom, többen csatlakoznak a stream adásunkhoz, hogy a Bocskai Rádió élő közvetítését láthatják innen Clevelandből a Lakewood High School Civic Auditoriumból, ahol perceken belül kezdődik a 45. jubileumát ünneplő clevelandi cserkész regős csoport jubileumi műsora, amelyben minden korosztály több mint 200 fellépő fog színre lépni ma este.
Kedves vendégek! Üdvözöljük Önöket a Clevelandi Cserkész Regős Csoport 45. jubileumi előadásán. Kérjük, hogy a fényképezésnél ne használjanak vakut, és kérjük, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat az előadás időtartamára. Ez a jubileumi előadás nem jöhetett volna létre hűséges támogatóink nélkül. Köszönet a Lakewood Civic Auditoriumnak, amely már több alkalommal adott helyet az előadásunk megtartására. Köszönet a cserkész vezetőknek, szülőknek és barátoknak, akik önkéntes munkájukkal biztosítják a fellépés sikerességét. Köszönjük a Magyar Állam pályázatán elnyert A Regős Csoport a Bölcsőtől a Sírig című előadása olyan élő hagyományokat mutat be, melyeket a helyi magyar közösség ma is ápol. Az előadáson a néző egy varázslatos történetbe lép, melyben végig követi egy lány életét a Bölcsőtől a Sírig. A lány piros cipelőjéről ismerhető fel. A történet bemutatja a legszebb népi hagyományunkat. Gyűjjünk hát össze, kéz a kézben, énekelve, és vidáman kísérjük, ahogy a regősök bemutatják a legszebb nép hagyományainkat, és ünneplik magyarságukat. Jó szórakozást kívánunk! Ladies and gentlemen, welcome to the 45th anniversary gala performance of the Cleveland Hungarian Folk Ensemble. As a reminder, we ask that there be no flash photography, and that you silence your cell phones. We would not be here tonight without the support of dedicated parents and friends, leaders within the scout troops, partnerships with other supportive organizations, the Lakewood Civic Auditorium, and a grant made possible from the Bethlen Gábor Foundation of the Hungarian government. The ensemble will showcase living traditions practiced as a part of everyday life in the Cleveland Hungarian community. You will be transported through time, following a pair of red shoes as they travel through each stage of life within our traditions. Now we ask that you take a moment to close your eyes, breathe, and prepare for this awesome journey from the cradle to the grave. Aludj,
És Balázs pedig a szamár. Már megint? Én mindig a szamár. Már nagyon fáj az érdem. Erről nincs időnk vitatkozni. Gyulcsi és családja már várnak. Két a Balázs, milyen szamár áll két lába? Szabad-e bejönni Betlehemmel? Jelzett, nyugodtan! Pászorok eljött! Az év legjelentősebb ünnepe a múltban is a karácsony volt. A több napig tartó szigorú előírásokkal szabályozott ünnepet követő időszakban István napjától szilveszterig volt szokás regölni a magyar nyelvterület keleti és nyugati felén. Ez az igen régies köszöntő szokásunk a századfordulótól kezdve elhalóban volt. Szolgálják már hideg havas országba, kinek fülök, kinek farka elfagyott a nagy hidegbe, Kentek adományával szeretnénk meggyógyítani. Mondjuk-e vagy nyomjuk? Mondják! Fejben van a fejből, számos Isten hátadra, sorját a seregében, szárnyas angyalával, felidek azt a lábam, vele fogadával, fejnek a régi törvény, hajra küldenek. Amor! Tesztek is szó, szegény öreg apátok, penészes szakádára nem gondoltok? Se nem iszünk, se nem eszünk, se nem dorbézunk, csak magára. Hát akkor hozzon már bort! Most a bort! Azonnal! Hol a bort? Bejártam egész Afrikát, Ázsiát, Amerikát, sehol nem kaptam én egy pohár pálinkát. Sziasztok, legésünk, hogy még ezzel ilyen odakérem. Édes kicsi Jézuskám! Dicsőség, mennyben az Istenben, dicsőség, mennyben az Istenben, az angyali sereg. Kedvenc cserkész programot itt Clevelandban vezetünk. Több okból megyünk, az egyik ok az az, hogy a helyi magyarokhoz ellátogassunk, és a jó karácsonynak jó hírét elvigyük mindenkihez. Menjből az angyal, lejössz hozzátok, Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vérkapok, úgy hallottuk meg, születtél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország, Gáspárból lép a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból, földkolbászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrogyott.
itt vagyok, csak mindig úgy aggódom a locsolás előtt, mert mindig elfelejtem a vers szövegét, és akkor a lányok csak várva néznek rám. De megvan itt a szöveg. Kicsit Balázs, ezért szoktál szellemi betegzéstől haszamár. Jó, végre mindenki itt van. Versek megvannak? Igen, megvan. Kölnyi megvan? Igen. És ki hozta az ödövizet? Itt van nálam. Szegény lányok azt hiszik idén, csak Kölnyivel locsolunk. Jó van, akkor menjünk Gyurcséhoz. Ne szép ajtón bekopogé, hanem lányán locsolkodnék. Öntök asszony lányával, vár a tojás párjával. Ha pedig sajnáljátok, mindjárt porrá áztok, mert Kölni helyett vizet! Kertész legény, egy mezei legény vagyok. Olykor mezei virágokat, cserkész leányokat, lejkákat locsolgatok. Hát azt hallottam, hogy a jó néhány néha el akar elvadni, nem szabad locsolgatni.
Egy. De nem hallatszok be, ugye? Igen? Tehát adásban vagyunk? Jó, bocsánat. Szóval akkor adásban vagyunk, és szeretettel köszöntünk minden nézőnket a Facebook csatornán. A Bocskai Rádió élőadását láthatták az elmúlt, azt hiszem, legalább egy órányi időszakban. A Clevelandi Civic Auditoriumban vagyunk, a Lakewoodi Középiskola dísztermében, ahol a cserkészregős csoport a 45. jubileumi évfordulóját ünnepli egy nagyszabású gála műsorral. Nagyon szépen megtelt a terem, nem tudom, hogy hányan vagyunk, de több százan. És arra kérjük Önöket, hogy osszák meg az élő közvetítés a stream linkjét, hogy lehetőség szerint minél többen be tudjanak kapcsolódni majd a második részbe, ami nem sokára kezdődik. De addig is megpróbálunk, sőt érkezik egy beszélgető partner, akit mindjárt... Szóval Szabó Jánost várjuk ide, Salgó Tarjánból érkezett a Clevelandi regősökhöz. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntjük. Túl vagyunk a műsor első részén. Ön a díszvendége a mai eseménynek, Salgó Tarjánból érkezett táncpedagógus és népművészetművelő, vagy hogy nevezi. Mikor kezdődött a kapcsolat a Clevelandi regősökkel, és pontosan mit akart ez az elmúlt években? 1996-ban ismerkedtem meg Pilinszki Esztivel, és azóta tart ez a kapcsolat, és többször voltak Magyarországon, meg én is, vagyis mi is többször voltunk már itt, és most másodszor én, az a megtiszteltetés, hogy a jubileumi műsoron itt lehetek velük, és egy kicsit igazíthattam a társaságon, de épp mondtam, hogy így az első fél idő már letelt, hogy például a Magyar Bődinél nekem könyv szökött a szemembe, amikor megláttam azt a sok hölgyet a színpadon, és hogy milyen jól érzik magukat. Hát igen, a táncnak ez lenne a jelentősége, mert itt is el kell mondanom azt, hogy nem tudja még az orvostudomány se megmagyarázni, mi történik. Ha kettőt lépek jobbra és kettőt balra, akkor a szájszélek a fület közelítik meg. Tehát kénytelen az ember mosolyogni, jól érzi magát, ezt teszi a tánc, és ez tart minket ilyen nagy barátságban is a regősökkel. Ugye Nógrád megyéből érkezett, ön az alapítója a Nógrád Tánc Együttesnek, és még nagyon sok különböző falvakban, városokban táncház mozgalmak is kötődnek az ön nevéhez. Mi az, amit ön tanítani tud azoknak a Clevelandi regősöknek, akiknek a többsége itt született, tehát soha nem látta ezeket a hagyományokat az élő közegükben? Azt gondolom, hogy nekik is ugyanazt tudom csak tanítani, mint az otthoniak. Ők űrzik azért a magyarságukat elég szépen, és annak fontosságát tudom elmondani, hogy egy közösségben milyen jó lenni. Tehát egyedül még sírni sem jó, örülni meg csak közösségben lehet. És azt hiszem, hogy pontosan ez az alkalom a legjobb arra, amikor a végén úgy fognak tudni örülni, hogy más nem tudja ezt megtenni a ma atomizálódó világunkban, amikor van két gyerek, két felnőtt egy családban, meg van 6 szoba, meg 8 tévé, tehát nem kell, hogy kompromisszumot kössenek, itt meg olyan szépen segítenek egymásnak is, és tényleg segítik egymást, ezt nézni öröm, és ezt megélni is öröm. A műsor második részében ön is színre lép. Milyen táncokban láthatjuk, illetve hát milyen szerepben, mert azon kívül, hogy különböző tájegységek táncait látjuk a műsorban, van egy egységes tematika, egy lány történetét kísérjük végig. Ön milyen szereplő lesz? Én az idős apa szerepét töltöm be, és egy gömöri táncot táncolunk, amit úgy gondolom, hogy elég nagy jelentősége az életnek, egy élethossznak, mert ugye a
az ember élete a sajátja, bölcsőtől a sírig tart, előttünk is számtalan ember élt már, utánunk is reméljük, hogy még nagyon sokáig fognak, és ezeket a szokásokat magukkal batartják, magukkal éltetik, mert élni kell a néphagyomány, én azt gondolom, meg az ilyen belénk rögződött a génjeink által örökölt dolgokat, mert akkor tudunk igazán boldogok és igazán teljes életet élni. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó készülődést kívánunk a második részhez, és hát a clevelandiek nevében azt is köszönjük, hogy évek óta segíti a cserkészregősöket szakmai szempontból is. Nagyon köszönjük. Szépen köszönöm a megtiszteltetést erre a riportra is, és a clevelandiektől is, hogy itt lehetek. Minden jót! Szabó Jánosnak, a Nógrádi Táncegyüttes vezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor érkezik a következő vendégem, Mezei András atya, adok egy mikrofont, jó estét, atya, üdvözlöm. Hogy tetszik a mai műsor? Őszintén megvalva azért az ember elérzékenyül. Azt látva, hogy milyen szép, hogy a hagyományokat őrzik itt. Vannak ilyen hullámvölgyek néha, de valahogy az embernek a szíve mégis melengetve van, amikor távol az anyaországtól, a Kárpát-medencétől, itt azok a fiatalok, akik néha elég gyengé beszélnek magyarul, de milyen szépen énekelnek és ahogyan táncolnak, és nagyon tetszik ez a videóösszeállítás, hogy a történelem a múltból átjönnek a jelenbe, és akkor így ilyen szép átmenet. Szóval nagyon megható ezt látni. Nem először találkozik azzal, hogy itt ápolják a hagyományokat. Önt is láthattuk a filmben, amint megszentelte a igen, hát, cserkészlányokat. Amennyire tudok, én is bekapcsolódok. Hát például a hagyományok őrzésénél, a húsvéti locsolásnál szentelt vízzel locsoltam meg őket, ugye a lelki újjászületésre is gondolunk, mert egyik tartotta nekik egy még kis meditációt, hogy mit is jelent, mert nagyon sok értelme van a locsolkodásnak. Szóval itt a hagyományok is, tehát hagyományok, de azért ez úgy él tovább, hogyha mindig megújul, ha lesznek új generáció belé tagok, akik tovább viszik. Mint ahogy láttuk, hogy az óvodásoktól egészen így a középkor, egészen időskorig viszik szépen a hagyományokat. És hát miben tudok én részt venni? Hát elsősorban szemlélem és gyönyörködök a látványukban, nagyon ügyesek. Illetve hát azokon az eseményeken, amit az ön által vezetett egyházközösségekben, a Szent Erzsébetben, illetve a Szent Imrében szerveznek, különböző bálakon rendszeresen föllépnek a igen, fiatalok. Ez is egy tradíció, hagyomány, hogy a különféle ünnepeinken akkor viseletben megjelennek. Tehát ez beleértve húsvét, karácsony, a Szent Imre búcsú, szüreti ebéd, bár most már hála jó Istennek az utóbbi két évben a Szent István Fesztivál nemzeti ünnepünk során, és nem csak beültöznek, hanem táncolnak is, tehát legtöbbször előadásokat tartanak. Jelzik a kollégák, hogy egy picit forduljunk a kamera felé, mert nem látnak bennünket a nézők. Atya, azt szeretném még kérdezni, hogy ön erdély származású ditrói. Igen. Erdélyben élénken, vagy aktívan, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt ápolják a hagyományokat. Én vajdasági vagyok, én nem találkoztam élő hagyományápolással. Önnek milyen emlékei vannak? Mi az, amit otthon tartottak? Néptáncolt-e bármikor? Igen. Hát gondolkodok, hogy bemutassam esetleg a néptánc amatőr tudásomat. Igen, hát azt kell tudni, hogy a kommunizmus az minden tradíciót próbált kiölni, és eléggé visszaszorították a népi hagyományokat. És hát emlékszem, amikor már 10 éves voltam, akkor inkább a diszkók mentek, és az volt menni, hogy az ember diszkóba jár, de volt lehetőség, ahol voltak táncházak. Így ennek jegyében megtanultunk táncolni, vagy volt, úgy nevezték, hogy kicsi sereg, ahol többnyire, tehát azért néptánc jellegű összejövetelek voltak. És azt kell mondjam, hogy lényegében az utóbbi 10 évben elevenedtek újra a hagyományok.
minden székelyföldi településen, kisebb és nagyobb településen megjelentek a hagyományőrző csoportok. Most már nem ciki egy fiúnak, egy lánynak székely harisnyába, viseletbe, bölcsizmába végigmenni az utcán, és valahányszor, amikor hazamegyünk, hiszen innen már Amerikából kétszer vittem csoportot csíksomlyói zarándoklatra, búcsúra, és Detroitban a hagyományőrzők felléptek, de ugyanakkor akkor jöttek máshonnan is, és mindenhol csak ezzel tudják elkápráztatni a hazalátogatókat, vagy bárki, aki odalátogat Székelyföldre, vagy ha nézzük Magyarországot, akkor ott is ugyanúgy megelevenedtek a hagyományok. És ez köszönhető a felszállott a Pávának, a műsornak, hogy újra divat lett népi hagyományokat őrizni és frissíteni. Ez örvendetes. Azt kell mondjam, hogy Székelyföldön is élnek a hagyományok, Magyarországon is, és gondolom most a délvidéken is, és ott is megerősödnek. Igen. Voltak ugye Kárpátaljáról itt, és a szorványban élő magyarok lényegében a hagyományaikat elsősorban hát a néptánccal tudják is, persze néptánc mellett a templomok körül tudják megtartani. Köszönjük szépen, és további jó szórakozást kívánunk. Köszönöm a lehetőséget, és... reméljük, még lesz sok ilyen lehetőség, és Isten áldja meg a ügyes magyar cserkész legősöket. Köszönjük szépen. Jó, és akkor Lórinak adom a mikrofont. Köszönöm szépen, Melánia, és átadom a szót valakinek. Igen, jó. Köszönöm szépen. Jó. És a Csatári Gyuri, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad. Szia, köszönöm, hogy meghívtál. Itt vagyunk a 45. Regős Gálán, és harmadik generációs magyarként Clevelandbe születtél, és itt is élted le eddigi életedet. Miért fontosak ezek a magyar összejövetelek? Miért fontos egy ilyen Regős Gálán eljönni és megnézni őket? Igen, azért nagyon fontos, mert az én csak... ki akarom fejezni, hogy az én déd nagymamám 1900-ban jött ki Amerikába, a nagymamám is itt született, az édesanyám is itt született, de a nagyapám 1920-ban jött ki, az édesapám 1950-ben. Azért fontos, mert olyan nagy a kapcsolat, és olyan messzire visszamegyünk, és itt élünk, itt én különben Borkaszóban is jártam egy pár évig, szóval nem az egész életemet itt tartottam, de milyen jó is sok magyar embert látni, sok barátot, a zene, a tánc az olyan remek, meg a fiatalok, hogy annyira felkarolták ezt. Ez nekem nagyon fontos, mert sajnos az én lányaim nem annyira, az én lányaim már nem laknak Clevelandban, szóval én vagyok, maradott itten, a testvérem Katia is New Yorkban lakik, szóval én tartom itt a kapcsolatot mindenkivel, és több programot, több műsort felvettem, és ezeket ki fogom postázni itt a sok barátnak, szóval 5-10-et fel akarok venni, mert annyi sokat elhagyták itt a Clevelandot, de én itt maradok, mert büszke vagyok a magyarságra, ami itt van, te is a rádió szerep, a sok templom, a sok a kultúrközpont, ez nekem nagyon fontos, én ezt magam mondom, hogy imádom, de a zene, meg a nép, meg a minden annyira nem tudom itt hagyni a Clevelandot. Érdekes, hogy mindig minden előadásunk, szinte minden előadásunk jó természetesen forma. Itt vagy, és átolod ezt a magyarságot. És, úgyhogy kívánok további jó szórakozásokat, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és nagyon, látszik, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál köszönöm ide. Köszönöm, Lori. Viszlát. És akkor a kedves nézők és a hallgatók, kezdődik a második része az előadásnak, úgyhogy lassan nem beszélünk többet. Még beszélhetünk? Pedig már leoltották a villanyt. Annyit szerettem volna még elmondani önöknek, hogy azt megtudtam, hogy a regősök a kosztümjeiknek a nagy részét az anyukák, a nagymamáknak a segítségével varják, és ez egy újabb a büszkeségre ad, hogy a lányok és a fiúk a saját általuk tart ruhákba táncoljanak és pompázzanak itt a színpadon, de most sajnos egyet búcsúzom.
Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szentlegéről. Isten ezt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzetnék is segítőtársat, hozzájövő. És teremtette az embert férfivá, és asszonyjá. És megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesznek ketten egy testé. Krisztus Urunk ezt mondja, amit tehát Isten egybe szerkesztett, ember, azt el ne választott. Testvéreim az úrban, hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről, és vallomást tettetek arról, hogy szeretitek egymást, és házasságotokat Isten igéjével és esküjével megerősíteni akarjátok. Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűlőt. Amilyen végtelen a gyűlő, ti is olyan végtelenül szeressétek. Itt az Úr oltáránál, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, és mondjátok el az esküt. Én, Balázs, esküszöm az élő Isten előtt, hogy Gyulcsit igazán szeretem. Hűséges házastársa leszek, Isten rendje és igéje szerint. Holtamig, holtáig el nem vagyok. Sem egészségében, sem betegségében. Sem örömében, sem bánatában. Isten engem úgy segíthet. Ámen. Én, Gyulcsi, esküszöm az élő Istenre, hogy Balázst igazán szeretem, hűséges házastársa leszek, és Isten rendje és igéje szerint holtamig, holtáig el nem hagyom, sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Isten engem úgy segélye. Amen. Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek, ezért egybekötlek benneteket Isten igényével és áldásával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember, az el ne válasz.
ráismersz-e a mennyasszonyodra? Jaj, ez nehéz lesz. Szerintem ő az. Balázs, kedvesem, honnan tudtad, hogy én vagyok? Hát, szerencsésejtés volt. Gyertetok! Yeah!
külsőre. Remélem lesz, aki engem is fel kér táncolni. Hát ha nem, akkor te is felkérhetsz valakit. Tudod, Balázs sohasem táncolt volna velem, ha nem kértem én őtől. Tényleg? Tényleg. Na menjél kislányom, ne félj, jó lesz az a táncára. Igen, anya. Milyen szép emlékeim vannak a táncházról.
emlékszem, szeretnék, hogy vége legyen, hiszen egész életünkön alkalmazolhatunk. Hallom, húzd most ide a talpunk alá még egy kicsit. Thank you.
Thank you.
kicsi kutya a ki, kedves nézőink, hogy, és hallgatóink, hogy véget ért a gála est, és állódtas. Igen, nagyon ügyesek voltak a cserkész regősök, és nagyon jól szórakozott a közönség. Év múlva kerül újra sor a következőre, igen. Igen, és ide várunk még néhány vendégünket, reméljük, hogy meg is érkeznek hamarosan. Igen, nagyszerű élmény volt egy újabb. Én nem az 5 évvel ezelőttire. Igen, az itt voltunk. Volt? Hát szuper, úgy szintén egy nagyon, nagyon nagy élmény volt, ami ez is. Mindig belecsempésznek valami újdonságot, ami nekem mindig egy újabb és egy újabb élményt ad. Kimondottan nekem nagyon tetszett például, amikor a cipőt letette az anya és átvette a lány, a következő generáció átvette. Tehát ez egy nagyon nagy szimbólum volt, legalábbis én egyből megértettem a mondani valóját ennek a... Hát és ugyanezt csinálják 45 éve gyakorlatilag a cserkész regősök is, hogy generációról generációra adják át ezt a hagyományápoló tudást. És köszönjük egyébként a követőinknek, hogy nézték a streamet, nagyon sokan kommentelték, úgyhogy én most ki is kérdezek egyet a technikai főszerkesztőnkhöz, Molnár Zsolthoz, hogy mit mondjunk, mert sokan panaszkodtak is, hogy megszakadt az adásunk, szóval, hogy Zsolt, ezt föltesszük majd a fölvételt, vagy hogy tudják megnézni azok, akik szeretnék az egészet újra nézni. Igen, a közeljövőben fogunk egy sokkal jobb változatot is feltenni az internetre, ami nem lesz így megszakadozva, ami külön stúdióban lesz felvágva, meg szerkesztve, és a sokkal jobb lesz, természetesen azt a regősebb meg fogják osztani, hogy hol lehet ezt megnézni. De ezek körülmények között is nagyon örülünk, hogy meg tudtuk osztani, és reméljük, hogy egyesek nagyon jó kommenteket írtak, és gondoljuk, hogy fog nap továbbra is követni minket. Hogy nekik is örömet szereztünk ezzel. Viszont akkor szerintem vártunk még egy vendéget, az Egyesült Magyar Egyletek vezetőjét, Szentkirályi Endrét, hogy összefoglaljuk a ma estét, de szerintem... Igen, most gondolom, azzal van elfoglalva, igen, ünnepelnek a színfalak mögött. Igen, gondoljuk, de reméljük, hogy hamarosan ide jön. Szerintem köszönjünk el, vagy Zsolt, adj egy egyértelmű instrukciót, hogy elköszönjünk, vagy... Jó, ezek szerint én akkor is elbúcsúzok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és reméljük a közeljövőben ugyanilyen színvonalas műsoroknak is lehetünk a szemtanúi és fültanúi mindannyiunknak a viszontlátásra. Így legyen, és hát kövessék a Bocskai Rádió csatornáit, holnap, vasárnap 2 és 5 között az élőadással jövünk. Minden jót, jó pihenést, viszlát! Viszlát! Akkor még annyit tartsuk itt ezeket, hogy találjuk meg.
az első megszólalásnál, hogy cserkészregős csoport, én természetesen nem tudtam kimondani, úgyhogy innentől már. Cső, Matyi mikrofonja megy. Én az enyém is? Beszélhetünk úgy, hogy utána vagyunk? Igen. De ezt most streameled, vagy igen, nem? Igen. Jó, akkor... Igen. Tehát élőben megy a beszélgetés, úgyhogy mégse lehet nagyon félre beszélni. Matyi, szeretettel köszöntelek akkor itt a végén, a nevezzük mi is úgy, hogy lihegő. Jó, mint a Pávában és a egyéb tehetségkutató műsorokon. A 45 éves történetéből a cserkészregős csoportnak te mennyit éltél meg, mennyiben vettél részt személyesen? Én személyesen 96-ban léptem be az együttesben, és amikor egyetembe elmentem, akkor abba hagytam. Viszont volt szerencsém a Balassi programon részt venni, mint ösztöndíjas Budapesten. Akkor minden héten jártam táncházra, akkor szerettem tényleg bele ebbe az egész táncház mozgalomba, a néptáncba, a népzenébe. És amikor visszaköltöztem ide Clevelandbe, akkor újra bekapcsolódtam a cserkészregős csoportba, és azt meg 2007-től én vezetem. És én vezetem némely másik illetővel, akik volt már több vezetőtársam az alatt, az idő alatt. Ezt a mai műsort, ami jó hosszúra sikeredett, de ezt pozitív értelemben mondom, szóval nagyon tartalmas volt. Mikor kezdtétek el készíteni, és mi volt a koncepció? 5 éve kezdtük. Tehát az előző gálaműsor után már amikor megírtuk a kiértékelést, akkor már kezdtünk agyalni, hogy miképpen legyen ez a következő gálaműsor. Annak a témája persze Kodály emléké volt, úgyhogy 40 éve Kodály emléké, Kodály nyomdokában volt annak a témája. És akkor utána agyaltunk a kiértékelés után, hogy szóval szoktunk 5 évenként egy újabb tervet készíteni, hogy az alatt az 5 év alatt milyen táncokat tanulunk, és akkor annak kapcsán is ki tudjuk alakítani a következő gálaműsornak a témáját. És egymásra néztünk többen, és mindjárt mindenkinek hasonló ötlete jutott az eszébe, hogy kövessünk valakinek az életét a születéséig egész a mindvégig. Mit jelent számatokra az a piros cipő, amiben végig lehetett követni ennek a lánynak a történetét? Hát ez a piros cipő lenne az a hagyomány, amit kaptunk őseinktől, amit kutattunk magunk a falvakban, amelyeket volt szerencsék meglátogatni, és amit továbbadunk az újabb és újabb nemzedékeknek. Hányféle tájegység táncait mutattátok be, és nagyon érdekelne, hogy eltérő információkat kaptam itt a nézőtéren, hogy ti varjátok, vagy hozatjátok az eredeti helyről azokat a gyönyörű népviseleteket, amiben ma felléptetek? Is. Az utolsó kérdésedre térek ki előbb. Tehát a viseleteket, van amelyiket a regős csoport tagjai készítették, van amelyiket készítettünk Magyarországon, és van amelyiket faluban vettünk az ottani hagyatékból, vagy volt egy öreg nénike, akinek már nem kellett esetleg, és akkor volt szerencsénk, hogy olyan helyen is tudtunk beszerezni ilyen viseleteket. Ami rajtam van például, az még az eleje fele készült, a csoport kezdete felé. Úgy emlékszem, hogy a késői 70-es, korai 80-as években készítették a regősök ezt a viseletet, az inget leszámítva. A táborné Szabadkai Krisztinka Szabinak a terve és vezetése alatt. Vissza is kérdezek rá, hogy úgy tűnik, hogy nagyon meleg. Milyen ebbe táncolni? Igen. Szerencsére szabad a karom, úgyhogy tudok egyensúlyban maradni, és ott kevésbé feszül, de azért ki tudunk melegedni egy jó kalotasz, egy legényes alatt. Azt, arra viszont nem válaszoltál, hogy hányféle tájegység táncait hányféle mutattátok tájegység? Be. A regősök jártak 4 tájegység táncát, a kis cserkészek 1, az 5, a cserkészek még 1, az 6, volt 2 alumni csoport, az 7 és 8,
és akkor a Szent Erzsébet templomi táncegyüttes meg bemutatta az ő hagyományukat, amiket ők már több évtizedet tartanak. Ez a táncsoport már a 36 vagy 38-ban történő itt helyi kultúrkert, magyar kultúrkert nyitóján is táncolt. Tehát ők már azóta ápolják a hagyományt, és azért éreztük fontosnak, hogy ők is részesen legyenek ebben a bemutatóban, meg hogy hadd mutassuk, hogy Clevelandben miféleképpen is adjuk tovább ezeket a hagyományokat. Hányan szerepeltek a mai műsorban, tudod-e pontosan a létszámot? Pontosan nem tudom, meg kéne számolni a programkönyvben. Durván 150-en voltak valamikor a színpadon. Én 200-ra satszoltam, de nagyon jót mutattatok. Hány tagja van a Cserkész Regős csoportnak? Jelenleg körülbelül kicsivel többen vagyunk, mint 20-an. 20-an? 20-an. Azt hittem, hogy aki ma táncolt, az mindenki Cserkész Regős. Mindenki, majdnem mindenki cserkész volt. A Regős Cserkész csoportnak húzzuk azt a munkaerőt. 14 éves kor beteltek, és a csapatban valamilyen vezetői szerepet vállalnak. Ez általában őrsvezető szinten működik. Van, hogy rajparancsnok, van, hogy más parancsnok engedélyével, hogy más munkát is vállalnak. Elkezditek rögtön holnap tervezni a következő műsort? Nem holnap, de viszonylag hamar. Még frissek még az emlékek, akkor ki tudjuk értékelni, és akkor annak alapján leülni, hogy most mi következik. A kérdésem arra vonatkozott igazából, hogy mi a következő nagy projekt, mivel foglalkoztok. Jön a karácsonyi időszak, betlehemezés. Betlehemezés, a novemberi Magyar Társaság bálon is részt veszünk, betlehemezés, kántálás. És tisztújítást is hirdettetek, ha igen, jól láttam. Tisztújítás. Vezetőtársaimmal most lemondunk a műsor után. Na látod, beletaláltam, toborzást tartatok. Toborzás? Véletlen, nem tényleg, tudtam a tisztújítást, igen. Ezt véletlen mondtam, igen. Szóval toborzás. Tisztújítás, és annak kapcsán is toborzást tartunk majd decemberben. Pontos dátumokat nem tudom, de december elején 2 vagy 3 keddeste lesz ez a toborzó. Kik jelentkezhetnek hozzátok? Ahhoz, hogy a csoportba belépjél, muszáj, hogy cserkész légy, magyarul beszélj, és valami szerepet vállalj, de ez nem annyira fix, hogy muszáj 10x éves lenni, és muszáj minden héten ott lenni, de azért, ha cserkész szellemű vagy, akkor esetleg gondolom tudunk valamit azért valami közös nevezőre találni. Hát akkor nagyon sok szép élményt, sok újoncot kívánunk, és szeretettel gratulálunk a műsorhoz mindenkinek, nagyszerű volt. Köszönjük a beszélgetést, szia! Köszönjük, jó estét! Ezt elhoztam. És megérkezett Szent Királyi Endre, vele fogjuk folytatni. És ha minden igaz, élőben vagyunk, ugye Zsolt? Szervusz, Endre! Szervusz! Szeretettel köszöntelek! Szent Királyi Endre az Egyesült Magyar Egyletek elnöke, és az első kérdés elnöki minőségedben fogom, mármint hogy úgy kérdezem tőled, hogy a 45. évfordulóját ünneplő Cserkész Regős csoport mit jelent a clevelandi, illetve a tevékenysége mit jelent a clevelandi magyarság életében? Ez egy óriási valami, összehozza Cleveland magyar közösségét. Csak úgy személyesen beszélve, én 9 éves voltam, amikor először liftkezelő voltam, hogy tudjanak öltözni a kulisszák mögött. Aztán néhányszor táncoltam, azt hiszem 4-szer, közben ügyelő is voltam, és most életemben először leültem és néztem a közösségként. És az a fantasztikus ebben, hogy nem csak a Cserkész Regős csoport szerepel, hanem a szülők varrókalákákat készítenek, az egész messziről jönnek busszal más közösségekből, és az a másfél év, amiben erre készülnek, az egy összehozza elég szorosan a közösséget. Nagyon sok szervezet működik, 12 egyesület és 8 templom Clevelandben. A hagyományápolásról készülsz, illetve arról készül egy könyved, hogy a clevelandi magyarok hogyan őrzik, hogyan ápolják a hagyományaikat.
nagyon sokan, akik most fölléptek, már itt születtek. Tehát esetleg a nagyszüleik, a dédszüleik hoztak hagyományokat, amiket hogyan ápoltak, illetve hogy történik itt a diaszporában a hagyomány átadás a generációk között? Sok fáradozással és törődéssel. Nem jön magától, hanem dolgozni kell érte. A népviseleteket, amiket a közönség látott, azokat mind a cserkész szülők és a cserkész regősök varták, hímezték az évek során. Ez azzal jár, hogy az ember él egy amerikai életet, eljár iskolába, sportol, klubokban részt vesz, de közben hétfő este magyar iskolába jár, kedd este regősre, péntek este cserkészetre, és akinek a szülei nem cipelik és hordozzák, és elég sok fáradtságot beletesznek, az nagyon könnyű beolvadni, nagyon könnyen megy az asszimiláció. És sokkal nagyobb a százaléka annak, akik már nem tudnak magyarul. Akit itt a színpadon látunk, az egy kisebbség, aki ápolja a hagyományait, és megtartja a második, sőt, sok ízben harmadik generációban is. A 45 év alatt biztos, hogy voltak különböző korszakok, amikor többen vettek részt a gála műsoron, többen vettek részt a hagyományápoló tevékenységben. Most, ebben a pillanatban, 2018-ban te hogy értékeled ez alapján, amit most láttunk, a clevelandi magyarok tevékenységét? Úgy értékelem, hogy viszik tovább a hagyományt. Szóval jelenlegi regősök száma nem óriási, de az, amit a színpadon mutattak, amit produkáltak, ahogy a volt regősök is hozzáadtak, a testvérek, az édesanyák. Itt több láttam, édesanyja és lánya együtt táncoltak a színpadon. Én nem látok itten krízist. Mindig, amikor az emberek kijöttek az 50-es években, akkor is mondták, hogy hát minek ápoljátok a hagyományt, úgyis néhány év múlva beolvadtok, de itt vagyunk 45 évvel később, és azaz bizonyos generációkban 60-70 évvel később, és mégis sikerült megtartani. Úgyhogy ez a generáció is meg fogja tartani szerintem. Most személyesebb kérdést fogok föltenni. Három gyermeked is a színpadon volt a négyből. A negyedik Budapesten űzi a tánc mesterséget. Nem tudom, hogy hobbi szinten vagy profi szinten. Milyen érzés volt őket látni? Jó érzés. Jó érzés, hogy sikerült valamit átadni a következő generációnak, és hogy remélhetőleg ők is ezt folytatják. És nekem az volt a legfontosabb, hogy ez nem csak egy színpadra készülő valami volt, hanem, mint ahogy a filmekből látta a közönség, hogy ezt éljük. Nekünk ez a magyar élet, hogy mi májusfát állítunk, locsolkodunk, és majd ezután az utóbulin pedig természetesen fogunk mi is kalotaszegizni, meg csángótáncokat járni, meg palóctáncokat járni. Otthon is szoktatok együtt néptáncbulizni? Inkább a cserkészeten keresztül történik az ilyen, de néha leülünk énekelni. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor jó utóbulizást kívánunk, és gratulálunk mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszi. És akkor most már tényleg elköszönünk, Zsolt? Akkor nincs több vendégünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.